A háború második évét éljük, és sose volt nagyobb szükség a gazdák szolidaritására, mint éppen most. Ugye tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak gazdáink, de higgyük el, hogy a rászorultság sokkal nagyobb, mint más években. Több mint 10 éve hirdetjük meg a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem karitatív akciót, amelynek során a gazdáink adományaiból összegyűjtött buzát eljutatjuk a rászorulókhoz, azokhoz az államileg nem támogatott intézményekhez, gyermekotthonokhoz, liceumokhoz, ahol erre nagy szükség mutatkozik évről évre. A gyűjtőpontok a következők, úgy mint más éveken is, a Nagydobrinyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon, a Beregszázi Diakóniai Központ, amit a Református Egyház működtet, a Munkácsi Szent Márton Karitász, a Tivadarfalvai, vagy pontosabban a Péterfalvai Református Liceum, valamint a Karácsfalvi Görög Katolikus Liceum Gimnázium. És kinek melyik felekezet szimpatikus, oda juttass el. Egyébként természetesen a történelmi egyházakon kívül a KMKS helyi alapszervezetének az elnökéhez is lehet, sőt ajánlatos is fordulni, ahol a begyűjtött buzamennyiség majd el fog kerülni a felajánlott helyre. Mától hirdettük meg az akciót, és a Buza Összöntő ünnepség Kárpátalján augusztus 12-én kerül majd sor a Nagydobrinyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonnak a területén, úgyhogy addig mindenképpen szeretnénk, ha befejeződne az akció. Jelen körülmények között legalábbis az időjárás előrejelzés tekintve úgy tűnik, hogy akkorra sikeresen befejeződhet az aratás is itt a Kárpátalján. A gazdáink adományozó kedve az rekordokat döntöget évről évre. Ugye első éven, amikor meghirdettük, akkor 6,7 tonnányi buza gyűlt össze. Nagyon sokan jelezték, ha ők tudták volna, akkor biztos, hogy ők is hozzájárulnak adományaikkal az akció sikeréhez. A következő éven mindjárt ez a mennyiség megtízszereződött, és a tavaly évben pedig a háború ellenére pedig majdnem 120 tonna, 119 tonna, 470 kiló buza gyűjt össze, mint egy 1370 gazdától. Nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy nem csak a mennyiség gyűjjön, hanem minél nagyobb széleskörű részvétellel vegyenek részt az akcióban a gazdáink, tehát az is fontos, hogy akinek annyi van, akkor akár egy zsáknyi buzával is járuljon hozzá. A sikerhez minden egyes buzaszem számít, és garantáltan jó helyre kerül.